Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Befejeződtek a munkahelyteremtő fejlesztések a Poppa és Pothoff Kft.-nél. A következő összeállításunkban erről beszélgettünk a cég egyik vezetőjével. Mivel foglalkozik a Poppa és Pothoff Hungária Kft.? A Poppa és Pothoff most már 13 évvel ezelőtt indította meg zöldmezős beruházással itt az Ajkai telepején a gyártást, és közös nyomócsövek gyártásával foglalkozik. Ez a dízelbe fecskendező rendszernek az egyik fő alkotórésze, ez csőből készülő alkatrész, és nagyon magas nyomást elvisel, jellemzően jelenleg 2000-2500 bárral futó termékeink vannak. Ez az egyik termékünk, a közös nyomócső, aztán van egy csővezeték, ami a dízel pumpából viszi a nyomócsőbe, és a nyomócsőből az injektorok felé a gázolajat. Eznek is természetesen ugyanezt a nyomástartományt kell elviselnie, illetve itt 2 évvel ezelőtt indult egy új beruházásunk, és ott pedig ezeknek a szerelvénycsöveknek az alapanyag csövét gyártjuk egyre saját gyártásra, tovább gyártásra, illetve legfőképpen Távol-Keletre és Európába egyéb cégeknek, akik hasonló termékeket gyártanak, aztán végtermékeket belőle. Ezen kívül volt-e még valamilyen fejlesztés a közelmúltban a cégnél? Hát elsősorban a 20 millió eurós beruházásunkat emelném ki. Ez a hideghúzott csöveknek a gyártására szakosodott területünknek a kialakítása volt. Ide azóta felvettünk körülbelül 70-80 embert, és itt gyártunk ilyen országokban, mint Kína, India, Dél-Korea, ezek a távol-keleti vevőink, aztán Európába több helyre szállítunk, úgyhogy ez volt most a cég életében egy hatalmas lépés, ez körülbelül akkora volumen tett ki, mint a cégünknek a megalapításakor beruházott összeg. Nagy létszámbővítésen esett át a vállalkozás. Hány embert vettek fel, illetve van-e még kereslet új munkavállalókra? Igen, tavaly évben 50 fővel bővült a létszámunk, és felbővültünk a 400 főre tavaly évvégéig, és ezen túl is ebben az évben is még tovább bővül a társaságunk, még egy további 40-50 fő létszám bővülésen vagyunk részben túl, illetve még most is szeretnénk a létszámunkat tovább bővíteni. És hát itt ki kell emeljem, hogy elég nagy problémát is okoz jelenleg egyrészt a létszámunk megtartása is, hatalmas lett a fluktuáció, nagyon sok kollégánk megy el, 90%-uk külföldre távozik tőlünk. A külföldi munkabérekkel nyilván innen nagyon nehéz konkurálni, illetve szinte lehetetlen. Úgyhogy a legfontosabb célunk most, hogy a munkavállalói létszámunkat tudjuk bővíteni, illetve legalább a mostanit megtartani, fenntartani. Milyen szakembereket keresnek elsősorban? Jelenleg most már nem csak a kifejezetten szakemberekre van szükségünk, mint gépészmérnök, mint minőségbiztosítási mérnök, mint termelés támogatásával foglalkozó mechanikus, illetve villamos karbantartók, de most már nagy szükségünk van gépkezelőkre is, úgyhogy itt is várjuk férfiak és hölgyek jelentkezését is. Mi igyekszünk a városban a legjobb munkakörülményeket megteremteni, illetve a legjobb fizetéseket is mi szeretnénk fizetni, és ennek érdekében itt most egy januári béremelésen túl most egy következő béremelést is megtettünk. Úgy néz ki, hogy el fog indulni Tajkán egy bérspirál, amiben szeretnénk legelőször lépni, hiszen szinte lehetetlen most már kvalifikált munkaerőt találni. Úgyhogy ezen vagyunk, hogy elcsábítsuk a dolgozókat, mert az utcáról már nem igazán lehet munkaerőt találni. 3% alatt van Ajkán a munkanélküliség. A cég tagja az Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszternek is, amelyben produktív szerepet játszik a cég. Igen, Ajkán belül is az egyik legnagyobb vállalkozásként, illetve itt a térség meghatározó vállalkozásaként nagyon sokszor fogadjuk a klaszternek az ülését, és nálunk tartjuk meg többször is, illetve szeretnénk ebben meghatározó szerepet játszani, úgyhogy tervezi a klaszter azt, illetve a város és a környező vállalkozások, hogy ide az ipari parkba szeretnénk egy innovációs központot telepíteni, ahol különböző a cégeknek fontos
technikákban és eljárásokat vezetnénk be. Tehát ide különböző gépeket vásárolnánk, építenénk először egy épületet, aztán megtöltenénk tartalommal, ahová aztán itt a duális képzés keretében már jöhetnének is a Ajka környéki diákok, és megtanulhatnák azokat az eljárásokat, amiket itt a klaszterben résztvevő vállalkozások a magukénak tudnak. Tehát mikor lesz ezekből a tervekből valóság ön szerint? Többször beszéltünk már erről, és most gyűjtjük a pályázati lehetőséget arra, hogy forrásokhoz juthassunk, illetve már készülünk arra, hogy a saját magunk is beletegyük a magunk tőkéjét. Hát ennek keresünk most az igazi technikai hátterét, hogy milyen jogi keretek között milyen megoldásra fogjuk ezt megtenni, de én azt várom, hogy a döntés itt a következő 1-2 hónapban ténylegesen megszületik, és akkor elindulhat ennek a projektnek a megvalósítása. Milyen fejlesztés zajlik jelenleg a cégnél? Mi most a legnagyobb feladat? A legnagyobb feladatunk az különböző témákból adódik össze. Elsősorban, hogy felépült a csőgyárunk, azt sikerült annak a technológiáját úgy elsajátítani, hogy most már olyan vevői elvárásokat, amik eddig éltek, azokat sikerül minőségben, mennyiségben teljesíteni. De az európai és a távol-keleti piacok bővülése miatt az autóiparban komoly bővülés van, és a meglévő projektjeink, illetve vannak bizonyos új projektjeink a közös nyomócső területen, amiknek a volumene jelenleg is felfelé fut. Például Renault-nak egyre többet szállítunk, a Delphi-nek egyre többet szállítunk, Scania-nak indult új projektje, Daimler-nak indulnak új projektjei, tehát itt elég sok vevőnk van, ahová egyre többet kell szállítanunk, és a minőségi elvárások egyre magasabbak, úgyhogy most jelenleg van feladatunk bőven. Mik a tervek, célok a jövőre nézve? A jövőre nézve az, hogy ezeket a vevői elvárásokat tudjuk teljesíteni mennyiségi és minőségi vonalon. A minőségfejlesztés, illetve a termékfejlesztés területén pedig célunk az, hogy a már kikísérletezett 3000 báros rendszerünket megajánljuk a vevőinknek, és így a következő 5-6 évben is lesz olyan feladatunk, hogy ezeket a vevői elvárásokat ki tudjuk elégíteni.